Vas Ferenc elítélt és 4 rabtársa a faleveleket gyűjti a Kossuth téren a Büntetés Végrehajtási Intézet és a Városüzemeltető Társaság közös takarítási akciójában. A jóvátételi program keretében végzett munka az elítéltek és a város számára is hasznos. Csökkenti a rabok kirekesztettségét, a szabadulás után megkönnyíti a társadalomba történő visszailleszkedést, a lakosság pedig toleránsabb lehet az elítéltekkel szemben. Azért jelentkezett, önkéntes alapon működik a jóvátételi program, tehát benne van a nevébe is, hogy jóvá tesszük elkövetett bűneinket, hogy a társadalom felé követtünk el. Ezzel valamennyivel honorálni tudjuk, úgy gondolom, talán sérelmeket, amit mások ellen elkövettünk. A kábítószer birtoklás miatt 2014-ben elítélt férfi 2018. novemberében szabadul a nyíregyházi börtönből. A rácsok mögött eltöltött időt azonban szeretné hasznosan eltölteni. Rabtársaival több megyei településen dolgozott, azt mondja, a munka jót tesz a közérzetének. Felüdülés, tehát mindenképpen felüdülés. Egyrészt nem vagyunk az intézet falai között, másrészt ugye ingerszegény környezetben élünk odabent. Itt mégis ér bennünket valami inger, tehát szerszámot kapunk a kezünkbe, ahol tudunk dolgozni, és a civilek vesznek körül minket. Az úgynevezett jóvátételi programban olyan fogvatartottak vehetnek részt, akik az intézeten belül is dolgoznak. Hangzott el az akció kapcsán szervezett keddi nyíregyházi sajtótájékoztatón. Karácsony közelettével a munka a rabok lelkének is jót tehet. Olyan fogvatartott jöhet ki, aki alacsony biztonsági kockázatú csoportban sorolva, tehát nem a legveszélyesebb fogvatartottakról beszélünk. És természetesen fő szempont volt az is, hogy önkéntes alapon történjen az egész. Ezért a résztvevő fogvatartottak semmiféle plusz kedvezményt vagy elbírálást nem kapnak, és nem is kaphatnak. Ez arra azt a célt szolgálja így karácsony előtt, hogy hát amit elkövettek bűncselekményt, bűnt, azt ezzel is megbánva megmutassák azt a városlakóknak, hogy ők is a büntetésük letöltése után a tisztesség útját kívánják járni. A mostani együttműködés nem új kezdeményezés. A Büntetés Végrehajtási Intézet és a Városüzemeltető már korábban is indított ehhez hasonló közös akciókat. 2011 óta van egy szoros együttműködésünk a Büntetés Végrehajtási Intézettel. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban, illetve az elmúlt időszakban a Büntetés Végrehajtási Intézettől a fogvatartottak jelentősen részt vettek a város szépítésében, a egyéb városüzemeltetési feladatokban, ilyen például a csatornatakarítások, árokpartoknak a tisztítása, közterületek rendezése. A városüzemeltetés és a büntetés végrehajtása későbbiekben is szeretne együttműködni a város fenntartási feladatok elvégzésében.